Ha mondjuk innen kilépnél, és történetesen eszenyenik ő itt lenne kint büfébe, akkor mi történne? Oda mennél? Ott állna a kávéautomata előtt. Igen. Te oda mennél hozzá, Igen. és mit mondanál? Megkérdezzem, hogy hogy van. És nem udoriasságból, hanem tényleg érdekelne. Most érdekel, hogy hogy van. Szerinted hogy van? Tagadásban? <laughs> nem tudom. Na szóval, kaptál húsz yeah. kifejezést, valamennyi yeah. a te életedre egy aspektusára, szereplőjére, idézetére, történésére utal. Én nagyon remélem, hogy kellően talányosak, és nem nagyon sejtett, hogy okay. mi csoda? Maximum 12-t választhatsz, ez szerint fogunk végigmenni. Csak a rendkedőért én azért felolvassam a hallgatóknak és a nézőknek, hogy miközül is választhatsz. Kiváltság, aki mer az nyer, veszteség és aztán csend, de kinek is? Mindent nem. Félrenéztem, szaléri él, cégér, meggyőzhető vagyok, takarásban, előre, már nem, frontvonal, alternatíva, ezt nem hiszem el. Uri-muri, Rég volt, szép volt, barátok közt, ahogy tetszik. Na, tetszik valamelyik? Nagyon így, vagy valamit elkerülnél? Nem. Nem kerülnék el, de kezdjük úgy, hogy a 13-as a szerencs, a számom, és számoljuk ki, hogy ez melyik. 3, 4, 5, 6, Azzal 7, kezdjünk. az a már nem szerintem. Már nem. 14, 15, 16, 17, 18, 19, Már nem. Már nem. Már nem. Na. Sas te Aha. nagyon jó szimbiózisban tudtál dolgozni. A szerelmű súlytva ugye az az Igen. ő nevéhez kötődik. Aztán valahogy, hogy elmaradtatok egymás mellőtt. Tudomásom szerint nem is felhőtlen a viszonyotok. Ha Igen. ő mondjuk most fölhívna téged, hogy készül egy új Sas Tamás film, akkor elvállalnád? Nem. Nem? Már nem. <laughs> Emberi vagy szakmai okok miatt? Emberi. Uh -huh. A szakmairól én azt gondolom, hogy... Ő egy nagyon tehetséges ember volt, és, és szerintem ez benne van. És aztán ő, ő a végén nagyon nagyon rosszakat döntött, és elkezdett, elkezdett ebben a mainstreamben nagyon rosszul viselkedni, és ez emberileg is. Elkezdett szerintem nagyon rossz filmeket csinálni. Uh -huh. De menet, Miközben ő, ő egy tehetséges ember... I, ö, igen. Igen, ez az, amikor az első szerelemnek a második részét csináltuk, az már lényegében csoda volt, hogy elkezdtük. Tehát annak már az előkészítésében én olyan sok mindennel nem értettem egyet, és annyira nem volt jó a viszony, hogy lényegében belekényszerültem abba, hogy muszáj volt megcsinálni, és aztán nem is néztem végig, mert... A... Azóta se láttad? Nem. Valakitől nem. hallottál vélelmet, hogy milyen? Hogy nagyon rossz lehet, igen. Azt mondják? Azt mondják. De nem néztem meg, mert egyszerűen a minden pillanatában a forgatásnak azt éreztem, hogy ezt, ezt nem szabadna megcsinálni. De én azt gondolom róla, hogy ő egy nagyon-nagyon képességes és tehetséges ember, és egyébként szerintem nagyon nagy ez a büntetés, hogy ennyire kifutott alóla ez a szakma. Ezért, hogy a szakmailag gondolok rá, akkor azt gondolom, hogy kaphatnám egyébként egy esélyt arra, hogy, hogy bebizonyítsa, hogy, hogy ez az ember csinálta a presszót, meg a szerelemtől súlyt vált. Tehát ebben az emberben sokkal-sokkal több van de emberileg nem, nem, tudnánk együtt dolgozni már, és ezért én nem, 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 nem én leszek az az ember, aki majd bebizonyítja, hogy ha, ha, ő még egyébként gondolja azt, hogy, hogy egyébként pályázna és, és csinálna egy filmet. De az nálad hol dől el, hogy valamilyen viszony újraépíthető-e vagy sem? Van-e azzal még dolgom? És azt honnan tudod, hogy már nincs? Mert nem tudnám vele, én azt hiszem, ezt uh, rehabilitálni. Annyira elmérgesed? -e? Aha, igen. Ilyenkor mondasz te olyat is, amit később megbánsz? Nem, én olyat nem mondok nem? soha. Nem, soha, semmilyen szituáció. Soha ilyen nem volt, sem magánéletben, sem szakmai. De nem. Azt nem. hogy csinálod? Mert amikor én már mondom, akkor mondom, akkor már tényleg meggyőződésem is elegem van. Tehát I... nincs, tehát nincs. Ö... Tehát olyan nem I... volt, hogy én mondjuk nagyon mondok valamit, és utána bocsánatot kell kérni. De soha sem bocsánatot? A szavaimért nem. Tette idér Nem. Bocsánatot. Azért kértem, mondjuk, hogy nem szóltam hamarabb. Uh -huh. De miért nem szólsz? Most magánéleti vagy szakbajlatt? És is. is. is, is. is, is. is, is. Mit beszélhetünk? Azért nem szólok, mert mert nagyon nagyon körbejárom. És nagyon-nagyon figyelem a másikat, és magamat, és, és és van egy nagyon... A pszichológusaim általában ezzel nagyon sokat szoktak dolgozni, mert szerintük hamarabb kéne jeleznem, hogy van valami problémám, hiszen a másik nem veszi akkor észre, hogy itt én mondjuk elégedetlen vagyok valamivel, vagy nekem valami fáj, és akkor azt úgy nem nem, nem mutatom, vagy nem kommunikálom egy munkában, hogy valakivel mondjuk nem vagyok elégedett, vagy, vagy nem tudok vele dolgozni. De én mindig azt érzem, hogy ha nekem kell szólni, akkor az úgy már nem jó, hanem hogy vegye ő észre. Tehát, hogy ez egy ilyen, de, de a döntéseimet, amikor mondjuk meghozok egy döntést, vagy beleállok egy konfliktusba, akkor én azt nagyon-nagyon ezerszer átrágom, és hónapokon van, hogy éveket ülök ezeken a dolgokon. Tehát innentől kezdve, hogyha én valamit mondok, akkor az úgy van, és azt visszaszívni nem fogom, és soha nem is szívtam vissza, De és nem, nem is bántam ból. meg, hanem én azt, azt, azt szoktam mondani, hogy igazából lehet, hogy hamarabb kellett volna szóljak, mert akkor még változtathattunk volna. Ezt az egyet szoktam azt hiszem mondani. De nem dacból nem változtatsz később? Hogy Hogyan? Nem dacból. Ja, tehát nem, én önértelmű. nem, nem csak én egódol, nem, nem, nem. De arra rájöttél, hogy miért nem szólsz korábban? Tehát most én abból indulok ki, hogy mi férfiak szerintem elég nehezen dekódolunk uh -huh. sokszor. Hogy ezt miért nem teszed egyértelművé? Nem akarom őket felmenteni. Mert elvárok egy figyelmet. De a legjobb szándék mellett is van, hogy nem tudunk dekódolni, nem? Igen. Tehát, ugye én azt mondom, azt mondom, hogy miért nekem kellett mindig levenni a szemetet, akkor mondhatta volna, hogy de nem szóltál, hogy vigyem le. És mondtam, hogy ha oh, ezért szólni kell, akkor ott már igen, baj. Ó, oh. ah, érted? Mondjuk. Uh -huh. És sokszor szóltak férfiak, hogy szólhattál volna korábban? Igen. <laughs> és mégse próbálsz ezen változtatni? Dolgozom ezen. Ezen Aha. azért dolgozom. Ezen dolgozom. Um, <laughs> több kevesebb sikerrel. <laughs> Igen. De most már mennyivel előtte szólsz? most már megengedek magamnak bizonyos, uh, bizonyos morgásokat, vagy nem, nem hisztik egy sose, de hogy úgy azért úgy már úgy lehet rajtam látni, hogy ha valaki figyel, és igazán szeret, akkor kiszűrű, hogy fél van valami baj, hogy igen, az, hogy miért mindig nekem kell levinni a szemetet. Tehát mondjuk most már megengedek magamnak ilyen, ilyen kicsi dolgokba, de nagyon-nagyon de belül, belül dolgozom meg ezeket a, ezeket a dolgokat, és szakmailag is, és nagyon-nagyon... Mm, szemérmes vagyok, és egyébként én fenntartom például szakmailag azt, hogy lehet, hogy rosszul gondolok valamit, vagy rosszul látok, és azért én nem, fogok, a, nem fogom azonnal ventilálni azt, hogyha nekem van, van bajom. De az azonnali ventilálás, és mondjuk a között, hogy te barátnőkkel mindezt megbeszéled, azért van Nem beszélem meg a barátnőimmel. Azokkal se, se beszélem. Nem meg. igazán. De miért nem? Mert én ahhoz vagyok lojális, akivel együtt élek, vagy akivel együtt dolgozom. Meg, meg ezek az én döntéseim. Amiért aztán nem kezd Igen. Na nézzünk egy következőt, miért kanyarodtunk sassal okay. másnál. Igen. <laughs> Meggyőzhető vagyok, tessék, itt van. Most mi lesz? Én úgy tudom, hogy a te férhez meneteledig te nem szerettél volna a gyereket. Igen. Ezt én jól tudom? De igen, abszolút. És azt lehet tudni, hogy miért nem? Igen. Azért nem, mert én azt gondoltam, hogy nekem ez a szakmám. És ez nem összeegyezthetető azzal, ahogy én elképzelem azt, hogy hogyan kell lenni egy gyerekkel, és hogyan kell egy gyerek életében jelen lenni. Az én anyukám egy, egy háztartásbeli volt egészen a kamaszkoromig, és minden pillanatomban jelen volt és ott volt. És, és amit én láttam, hogy a kolléganőimnek a gyerekei hogy és hol nőnek föl, az, azok engem elriasztottak. És ezt tudtam, hogy én nem akarok egy gyereket, aki a színházban nő föl, és nem akarom, hogy babysitterek neveljék. És azt éreztem, hogy erre az életre nekem ez a, ez a szakmám. És De és en... nem akarok kiszúrni a gyerekkel, hogy én még az anyukája. Komolyan. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy ez. Ezt én nem tudnám úgy csinálni, ahogy egyébként én gondolom, hogy ezt hogy kéne csinálni, és akkor ezt inkább akkor ne. És akkor mégis hogy sikeredett, hogy tudomásom <laughs> szerint mind a két területen sikeres vagy, és el Igen. tudod látni a feladatokat. Ez úgy sikerült, hogy jött a Péter, és ő szerintem a, nem tudom, a harmadik randin vagy nem tudom, azt mondta, hogy te hülye vagy. <laughs> mert hülye vagy, mert hogy ő viszont például mindig egy ilyen anyukát akar, mint amilyen én vagyok, és hogy szerinte. Szerintem. Na jó, hát ez jó dolog. Ez jó, nagyon jó, jó igen. <laughs> és, hogy, és hogy egyáltalán nem... Tehát, hogy az, azt a minőségi időt viszont, amit én meg bele fogok tenni, meg egyébként a család bele fog tenni, meg hogy, meg, hogy van egy ilyen szupportom, és az lesz, azt, tehát hogy ez, 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 ez bűn lenne ezt, ezt, nem, ezt nem kipróbálni, mert de teljesen oda volt érte, hogy én hogy vagyok a kutyámmal, akkor még csak a Károly kutyám volt, aki már nem él, és azt mondta, hogy úristen, milyen lesz egy gyerekkel, meg hogy egyébként milyen, milyen gondoskodó vagyok, meg nagyon megbízható. Ha te nem találkozol Gusztos Péterrel. Akkor is gyerekem. nincs gyerekkel. Nincs gyerekkel. Nincs. Nagyon Igen. bánnád? Nagyon. De most már Hanna a tükrében? Abszolút. Te eladdig tökéletesen el tudtad volna képzelni úgy az életet, hogy neked nincs gyerek. Igen, igen. Én, én, azt, én azt, gondoltam, igen, hogy én nem akarok kiszúrni egy gyerekkel. Képes lettél volna gyerek nélkül kvázi leélni az életet úgy, hogy ennyire ragaszkodsz most már a gyerekhez. Akkor azt gondoltam, hogy igen. És milyen rosszul gondoltam hm. egyébként. Látod, meggyőzhető vagy. Hát ilyen értelemben igen. Igen, tehát azért a, a szerelmeim, azok nagyon nagy hatással tudnak rám lenni, és ez mondjuk egy, ez egy pozitív hatás volt. <laughs> és mi úgy csináljuk az életünket, hogy ugye nekem van az anyukám, aki akkor lett nyugdíjas, amikor a Hanna megszületett pont, és, és van, a, van a Péter, akivel egy csodálatos um, exféri viszonyban um, vagyunk, és mi ezt így hárman toljuk vele. Tehát nincs babysitter, nincsen szomszédnéni, um, és meg tudjuk oldani, és hogyha meg nem tudjuk megoldani, akkor én mondjuk nem dolgozom, vagy nem vállalok el egy munkát, mert tudom azt, hogy ez egyszerűen nem fér bele, erre mondom, hogy priorizálok azért most már nagyon. Volt olyan, ami miatt fájt a szívet, hogy nem el kellett mondani, munkára? Nem. Nem? Nem fáj semmilyen ettől soha semmi. Tehát, hogy de dolgok elmennek mellettem, mert annak úgy kellett lennie. Tehát, Igen, én, de én ezeket, fatalista Én teljesen. De, de, ez születési adottság, vagy kialakítottál egy ilyen filozófiát? Szerintem kialakítottam, nem. És nem az így azt hogy csináltad? Sok pofon ért, uh -huh. és akkor és akkor azt meg kellett magyaráznom magamnak, hogy miért, és arra gondoltam, hogy azért, mert hogy nem véletlenül van így. De nincsenek... Azok a dolgoknak el kellett mellettem menni, azok a szerepeket nem nekem kellett megkapnia. Nem tudom még, hogy miért, de hogy az majd ki fog derülni. És mindig Semmi kiderült. olyan nincs, mindig kiderült. Tehát nincs olyan az életben, hogy banáhéra lépünk. Bármelyikünk. És egész egyszerűen nem. Nem volt, nem, nem. figyeltünk oda, máshol volt a fókuszunk, és kiment. Mm. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy eltörik az ember lába, az azért törik el, mert vagy pihenésre van szüksége, vagy nem volt ott abban a pillanatban, amikor jobb lába balrább, jobb rább és is kell kezdeni gondolkodni. Tehát nekem például az életem egyik legnagyobb pofonja egy filmszerep elvétele volt, amit elvettek tőlem. Az utolsó pillanatban és akkor nagyon nem értettem, hogy ez miért történik, és iszonyatosan voltam, és most már megértettem, hogy én sokkal többet kaptam azért azzal, mint ember, meg mint, mint um, színésznő is, hogy ezt elvették. Ez a Lora volt, ez van a Laura... is egy ilyen téma, ezt kihagyjuk, ja. ezt nem hiszem, ugye Herendi Gábor Igen. filmje, és tudomásom szerint négy vagy öt nappal a forgatás igen. kezdete előtt igen. mondta azt neked, hogy hát akkor mégse. Te akkor nem gondoltál arra, hogy meg kéne pofozni, Herendi Gábor? Nem. Nem? Nem. Tükültem és sírtam. Sírtál? Nagyon. De előtte? Tehát Herendi látta? Látta. Igen, lát, igen, de aztán utána meg aztán végképp. Na de várjál, ha egy kicsit gonoszkodhatok, ha te nem szólsz az embereknek, hogy vannak jelek, akkor te ugyanilyen formán lehettél volna dühös Herendi Gáborra, hogy miért nem jelzett korábban? Én nem így gondolkodom. Én úgy gondolkodtam például utána, hogy én mit rontottam én nem vettem észre, hogy nem elégedettek velem. Te szerinted mutat... Soha nem ezen gondolkodom. Tehát én, 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 más, én máshol rakom ezt össze. Abban a történetben például megtanultam azt, hogy sokkal... Uh, én csak akkor hiszem el, hogy megtörténik valami, amikor már megtörtént... É, és szerintem ha ki kellett, vagy észre kellett volna vegyem, hogy nem olyan biztos a helyem ott ebben a szerepben, akkor is, ha már volt szerződésem, akkor is, ha már fél éve hozzám keresték az összes többi szereplőt, figyelmesebbnek kellett volna legyek. És ez, ez azóta ez eszembe jut, és bekapcsol. Tehát én ott ezzel akkor ott tanultam, hogy nekem is kell figyelni. De voltak szerinted jelek? voltak, most már utólag tudom, meg Na, mondj egyet. Volt például egy, egy kamerateszt nap, ami arról szólt, hogy a, hogy elmentem az, az operatőrrel egész nap, és néztük, hogy milyen, milyen objektíve, mit, hogy ezért veszünk fel, és kifejezetten azt éreztem, hogy, hogy ott nem volt ott a Gábor, hogy nem, nem, nem működünk, és hogy ebből lesz, ebből lesz gond. De így el, elhessegettem. És utána Gáborral csináltuk tovább a castingokat, kerestük a szereplőket, tehát úgy ment, tovább az élet, de mondjuk például most egy ilyen helyzetben én felhívnám a Gábort, és megkérdezném, hogy ne haragudj, nem tudom, mit mondott az operatőr, de le, valahogy nem nagyon talál, hogy nem, 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 találtuk a hangot, vagy van-e van, van -e valami probléma. És akkor ő lehet, hogy egyébként mondta volna, hogy mi a probléma, vagy csináltuk volna -e újból, vagy tovább mentünk volna, vagy kibeszéltük volna. De ott például abszolút éreztem, hogy ott az, az, ott nem sikerült. Azóta láttad a Lorát? Igen. És milyen érzés volt látni? Tudtál örülni annak a sikerének? Egyáltalán a főszereplőnek? Ugye az egy vaklány története. Igen. Nagyon ráépült az a film emlékezetére. Igen. Szerint. Hát igen, az ő. Nem tudom, hogy mit érzek. Ez nem én... olyan, mint hogy egy menyasszony megtudja az eskő előtt, hogy köszi, és három hét múlva látja a Facebookon a fotót, hogy más. Igen, kicsit van. olyan. És akkor tud örülni? Mire a film kijött, én akkor már azt gondoltam, hogy nekem nem kellett eljátszani ezt a szerepet. Ennyi. Tehát mire azt én láttam addigra már olyan, úgy tudtam nézni, mint egy ilyen alkotást, tudtam a szövegeket, és azon gondolkodtam, hogy, hogy én ezt hogy teljesen másképp képzeltem volna ezt a jelentet, vagy nem, nem gondoltam volna, hogy mondjuk, hogy egy ilyen film lesz belőle. Jó film lett? Szerintem nem. Uh -huh. De ez nem miattam, vagy nem, valami ott Tud... elment szerintem. Tudtál gratulálni az utódodnak? Nem, nem, de nem is találkoztam vele. Nem is találkoztam. De meg. egyébként szerintem tudnék. Tehát emlékszem, hogy a, utána Gáborral én dolgoztam, mert, felhívott utána évekkel később, hogy... Uh... No, arra kíváncsi lennék, hogy ez hogy nézett ki. Egyszer csak sörgött a telefonod, és látod, hogy Herendi Gábor. Úgyhogy hogy eladdig nem beszéltetek a konfliktusról. Nem, óta. egyáltalán nem. Egyből fölvetted? Igen. De halló. Félre nyomtál. És azt mondta, hogy, hogy készül a társas játék című sorozatra, és hogy lenne itt nekem egy szerep, és hogy ő szeretné ezt rendbe tenni, ezt az egész viszonyunkat. És látott egy előadásban a, a Mikvében, a Pesti Színházban, és hogy azt, azt érezte, hogy nem is kell castingoljak, mert ez, ez az, tehát hogy lényegében azt kéne játszani filmem. Nem mondhatod, hogy egyszer már tartottunk itt, Gábor? Nem, nem, nem. Nem, egyszer azt éreztem, hogy ennek így kell lennie. És mondtam, hogy oké, okay, próbáljuk meg. Valeo. Senki nem értette. Mindenki azt mondta, hogy szóba nem állnék vele. De én meg azt éreztem, hogy hát ez egy. én adok egy esélyt, és hogy dönthetünk rosszul. Lehet, hogy ő rosszul döntött azzal, hogy le. le. Tehát én azt gondolom, hogy amikor történik velem szakmailag, vagy, vagy magánéletileg egy krach, egy megcsalás, egy szerepelvétel, egy bármi, akkor abban mindenki benne van. A Herendi Gábornak, aki egy abszolút ö, konstruktív ö, ö, jó ember, egy, egy, ö, egy, nem egy hisztérikus valaki, ő nagyon szeretett engem. Elbizonytalanodott. És meg kellett nekem mondania, miközben nagyon szeretett, hogy nem te vagy az. Ha én azt a szerepet játszom, hogy én vagyok a Herendi Gábor, és én bele tudok helyezkedni a színészők, és ez a dolgom, hogy mindenkinek a, mindenkinek a, a fejébe belehelyezkedjek, és én vagyok a Herendi Gábor, akkor ez nem lehetett könnyű elmondani. És nem lehetett könnyű egyszer csak mindenki előtt vállalni, hogy egy rossz döntés volt, rosszul gondoltam. Jó, és utána, bocs, és utána azt mondtam, hogy, és én mégis ideálok, és azt mondtam, hogy én vele szeretnék dolgozni, én nekem ez egy emberi nagyságról, de én ezt egy emberi nagyságnak értékelem, és azt is, hogy egyébként én erre nem azt mondom, hogy fúj, utálom, hanem azt mondom, hogy oké, okay, nagyon hosszú ez az élet, és nagyon sok minden történhet, és és, és nekem is biztos vannak rossz döntéseim, vagy nem tudom mi. De az, hogy oda lehet menni, és bocsánatot lehet kérni, és a másik az megbocsát, és ad egy esélyt, szerintem ez elég jó dolog. Hát akkor még lehet, hogy is van visszaút. Nem? nem? azt hiszem nem. De ez egy Csak azért mondta, hogy egy ilyen keresztes Jó, igen, nem tudom. Már nem tudod, már azt mondod. Nem tudom, mi lesz, mert tényleg most én azt mondom, hogy az élet hosszú, és tényleg sok minden történhet. Én azt gondolom, hogy az ott az egy, azt, az befejeztük. Akkor lássunk is egy másik témát. Jó, oké. Okay. Salieri él. Salieri él. Tudomásom szerint egy nagy magyar idés színésznő téged egyszer megalázott színpadon, amikor egy elmezes próba volt. Igen. Ö, tulajdonképpen ő irigy volt rád? Mhm. Uh -huh. Igen. Uh -huh. A fiatalságodra, a szépségedre, a abszolút. tehetségedre? Igen, abszolút. Ezt el is mondta? El, hát azt, azt mondta a rendezőnek, hogy mindenki előtt, hogy meg a jelmeztervezőnek, hogy így én ott fönn fön voltam a szívet, és így lejött, és azt mondta, hogy nem engedhetitek meg magatoknak ti, hogy az a senki, az jobban nézen ki, mint én. Én akkor még nem is voltam főiskolás, segítszínész voltam, és egy statisztáltam egy darabba. Ő és akkor az, vegyetek le róla ezt a ruhát. Szerintem annyi, mint én most. <laughs> Körülbelül annyi lehet, tehát 40 körül. De ő egy nagy színésznő, ugye? Én tehát, nagy színésznő. igen. Akkor mit éreztél? hogy abba hagyod az egészet, mert fiatalként azért ez nem lehet akármi. Nem, akkor egyszerűen azt érzem, hogy hogy így, akkor például sokkal bátrabb voltam, mert, mert utána oda mentem, és azt mondtam neki, hogy attól, mert rám egy daróc ruhát adnak, attól még te nem leszel húsz éves. Ezt mondtad Ezt... neki? Azt a betyár 700. -nál. És akkor így, 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 befeszült, mint egy ilyen tigris, és volt, hogy de ez akkor se lesz, ez ruha, és nem is volt. És utána ment tovább ez a fő hét, és én fölmentem a takarásba, vagy a, a, a karzatra, és néztem őt egy jelenetben. És a jelenetben ő egy ilyen bársony, zöld, méregzöld, bársony, nagy ruhában volt, és fölülről lehetett látni, hogy a, 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 a pusapos melltartójának a betét, az fehér. És az, hogy annyira is úgy, annyira utált, tehát nekem tök mindegy, meg tényleg egy senki vagyok, tehát tényleg nem voltam, tehát, tehát, mondom, egy statiszta. Mondtam neki, hogy ne arra már, hogy egyébként a karzatról látszik, hogy fehér színű a betét, a melltartottnak is. És azt mondom, hogy le kéne cserélni egy feketére, mert úgy így És akkor például egy jó formát futott, mert így, így átgondolt, hogy most leharapja a fejemet, hogy megköszönjél, és ő megköszönt. És azt mondja, kösz. És akkor azt éreztem, hogy igen, azért így, így, de, a, de utána, például amikor már bekerültem a főiskolára, meg kis színésznő voltam, meg nem tudom, nem mertem, ilyen, nem mertem volna ilyeneket megtenni, csak a senki, mint még egy senki, mert akkor féltem volna, hogy hú, mit szólnak, akkor még úgy, ez úgy ment egy ilyen, hogy így azt gondoltam, hogy nekem már úgyis mindegy. Ki alakul egy olyan egy fiatal lányban, hogyha én egyszer nagy színésznő leszek, így biztosan nem fogok. Persze. És ez így is van. Így is van? Abszolút. Én, az, én szerintem szerintem hetente elmondom valami hozzám közel álló ö, embernek, hogy könyörögve kérlek, hogy szóljatok rám, amikor elkezdem szétműtetni a fejemet, vagy elkezdek nagyon hülyén viselkedni, vagy vagy azon gondolkodni, hogy Úristen, most nem tudom, mi van rajtam, és majd mit szól. Szóval, hogy így ha elkezdek meghűlni, hogy könyörögve kérlek, fel vagytok hatalmazva, hogy szóljátok rám. Volt már, hogy valami miatt szólt valaki? Nem nagyon. Nem nagyon. Nem. Nem. Te úgy korban tartod a saját mentális állapotodat, úgy Abszolút. Sokban Sokba van. Sokba van? Igen. Már hogy profi segítség által? Hát úgy is, meg, meg hát ezen dolgozni kell. Tehát, hogy így dolgozom ezen. No, menjünk tovább. Jó. Uri-muri. Uri-muri. Te ugye a rózsadombon nőttél fel. Igen. Ö, benned mi az úrilány? Bármikor tudok úgy enni, hogy mernék a királynő elé. Igen? <laughs> Abszolút. És az hogy kell? Hogy csinálod? Nagyon szépen tartom, nem, nem zélem a kezemet. <laughs> Tudod, tehát nem. Öm... Erre megtanítottak módszeresen? Gyerekkorodban? Nem is módszeresen, hanem nekem nagyon ilyen az anyukám is szent tudok nagyon szépen enni. Nem mondom, hogy akkor eszem a legjobbakat. De, vagy a legfelszabadultabban, de, de, de nagyon tudok szerintem viselkedni. Tehát, hogyha ha például beszélnék sok-sok nyelvet, akkor biztos jó diplomata lenne belőlem, mert, mert nagyon, nagyon tudom, tudok viselkedni, és nagyon tudok azonosulni azzal a helyhez, ahol soha nem Jönnék mondjuk zavarba attól, hogy mondjuk a bármi elit környezetben mondjuk egyáltalán azokat a viselkedésformákat tudom hozni. És szerintem van, van, van benne valami finomság. Születésettől fogva? Val valami, igen, van valami. Apukád orvos volt. Igen. át, ha jól sejtem, akkor háztartásban? Háztartásban és aztán később elkezdett aztán ő is dolgozni. És elkezdett dolgozni. És mondtad, egy nagyon rossz hiszemű megközelítés. Én elhatárolódom tőle, de az egyik barátom mindig azt szoktam mondani, hogy soha nem udvarolna a budai lánynak, mert azok gőgösek. Ennek van szerinted valami valóság alapja? Figyelj, nekem az egész életemben olyan sokszor kaptam azt meg, hogy ítélkeznek arról, hogy mi milyen, és én pontosan tudom, hogy ez nem úgy van, hogy én soha ilyet nem mondanék, és ez nem így van. Um, az én életem is az egy példa arra, hogy na tessék, hát én, én élek egy budai én abszolút gőgösen is viselkedni, arról van szó. Mikor csinálod azt? Mikor is? Hát egy szerep megköveteli. Tehát De magánéletben a... nem. Á, te hogy is. De én ezekkel ugye egyébként nem élek, hanem úgy, ugye ezek úgy bennem, bennem vannak. Tehát szerintem ettől több, több vagyok. De az, hogy, hogy azt úgy általánosítsunk bárkiről bármit, Hát én attól nagyon mélyen elhatárolódom ezt a barátodnak. <laughs> Tártanom, nem csak, nem csak a budai maga. lányok nevében, hanem senki nevében, szóval semmilyen szinten nem. De ez a fajta neveltetés, hogy világnézet ez egyszerűen azzal is jár, hogy például egy gyökeresen más mikrokörnyezetben te ugyanúgy föltalálod magad pillanatokon belül? Tehát mondjuk szegények közt, prolip környezetben, vidéki emberek között. Én nagyon... Én nagyon elfogadó vagyok, szerintem. Tehát nem azt mondom, hogy én mondjuk elmegyek egy szegény környezetbe, akkor kiszaggatom a ruháimat. Nem hogy érted, de hogy nem így értem, hanem hanem tudok úgy, úgy létezni mondjuk egy ilyen helyzetben, hogy senki nem érzi zavarban magát attól, hogy én ott vagyok. Én erre mondom azt, hogy kaptam valami. És szerintem ez az, anyukám anyukámtól jön, valami nemességet olyan szempontból, hogy nem, nem kérkedtem. Vagy hogy mondjam, igen, tehát én azt hiszem, hogy, hogy tudok úgy, úgy, létezni mindenhol, hogy, hogy, ne jöjjenek zavarba tőlem az emberek. Na most kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz húzni. Fú, nem tudom. Félrenéztem, legyen az. És ez még rímel is rá. Na. Az édesapádra vonatkozott, mert hogy többször nyilatkoztál róla, hogy őnek is súlyos alkohol problémái voltak. Nem fogjuk most végigvenni ezt, hogy te akkor elkezdtél egy képzelt világot fölépíteni magadba, mm -hmm. az új színház kollektívája mentett meg téged ettől a folyamatos hazudozástól, te menekültél kvázi az otthoni világ és az otthoni uh, állapotok elől. Az jutott nekem eszembe, amikor ezen kicsit spekuláltam, okay. hogy veled fogok beszélgetni, hogy ennyi időtávlatából van-e neked olyan mozzanat, vagy attitűdbéli Eljárás, amit te már máshogy csinálnál édesapáddal a kapcsolatban. Tehát, hogy valahol ezt meg lehetett volna fordítani, máshogy hozzáállni, máshogy ránézni, más optikát használni. Nem. 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 Azért nem, mert én azt gondolom, hogy egy gyerek az nem tudja még annak tehát a, egy gyerek egy ilyen helyzetben ösztönösen reagál. Az, az összes harc, ami az én apukámmal volt, az abban én jogos volt szerintem minden, amiben, ahogyan én reagáltam. Hogy reagáltál? Hát először lázadtam, az szégyeltem, elvújtam, elmenekültem, veszekedtem, könyörögtem. Tehát, 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 a minden, ami... Uh -huh. minden fázison. Minden fázison. Um, és én azt gondolom, hogy hiába az ember 30 éves lesz, még mindig ott marad, mint amikor 10 évesen megtud, hogy az apukájával mi van. Tehát nem, nem, nem. Én én, á, én álltam, emlékszem, hogy a 30 évesen, amikor az apám mondjuk valami borzalmas szituációban volt, és egyszerűen úgy, úgy borultam ki, mint hogyha még mindig 10 éves lennék. Mert valahogy azt a gyerekkori fájdalmat kapcsolja be. És amikor lett gyerekem, akkor kezdtem egy kicsit úgy őt látni, hogy hát ő is egy ember volt, és valamiért ezt csinálta. Tudom, De addig hogy... én nem kérdeztem meg, hogy miért, hogy miért történt ez. És ezt sajnálom, hogy nem volt időnk arra, mert ő aztán nagyon gyorsan meghalt. Tehát amikor én bennem pont elindult volna az, igazából. Megértem ezt az embert, hogy ő vele mi történt. Annak is oka volt, hogy ő hogy jutott el idáig. És hogy nem kell elmondanod, de Igen. te nagyjából egészében sejtett, hogy miért? Sejtek valami, de nem fogom megtudni soha, mert nem tudom hmm. megkérdezni már tőle. És ezt bánom. De, de nem bánok semmit, és nem kérek bocsánatot azért, hogy. Jaj, ha az apámmal nem tudom 17 évesen nem így reagálok, akkor ő biztos nem lett volna belőle. Ezeket nem gondolom. És nem is gondolok mindezt visszafordíthatónak, már hogy a mostani aspektusból. Volt? Hát hogy azt ott meg lehetett volna bármilyen szempontból, nem. 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 Szerintem szerintem egy függő embert nem nem lehet megmenteni. Ő találkozott a te lányoddal, ugye? Igen, egy rövid ideig igen. Tehát De, megélhette igen. azt, hogy. Neki van egy unokája. Igen, az megélhetőséget van, tehát az utolsó karácsonyunk, nagyon pici volt a gyerekem, amikor um, meghalt, de de ott azért ott volt egy olyan jó érzés, hogy tudtam úgy nézni, hogy na, ez a, mm. <laughs> ilyen édes a gyerekemmel. Szóval, hogy um, azért az jó, hogy ez az utolsó kép, de nagyon rövid időnk maradt. De az egy pillanathoz köthető, amikor te úgy döntöttél, hogy fel kellett egyáltalán venni vele a kapcsolatot? hogy ez folyamatos volt? Nem, folyamatosan, folyamatosan, folyamatosan volt. Tehát folyamatosan volt. Tehát voltak azért ilyen egy-két hónapok, amikor mondjuk nem beszéltünk, mert volt valami nagy balé, de azért mindig-mindig az öcsémre is, és rám is számíthatott, mint ápolók, vagy nem tudom. Tehát azért ezt mi toltuk éveken keresztül. Főleg amikor a Péter jött az életembe, akinek ugyanez a története meg volt az az anyukájával, de ők, ők is ott hamar meghalt az anyukája. A Péter, a Péter ebben megértő volt, és sokat segített. Tehát mi azért az apukánkat főleg a végén azért sokat ilyen ápoló személyzetként itt toltuk. De nem beszélgettünk úgy igazán, és az kár. De nem is, szerintem addigra már nem is tudott volna velünk beszélgetni. Uh -huh. De szent a béke, tehát a fejedben, a szívedben, a lelkedben. Egyébként igen. Tehát, hogy az egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a sok terápia, mondjuk, amit én, vagy ilyen, ilyen, ilyen énkeresés, vagy ilyenben, megiszen kevés, amiben ő felmerül. mint az a Ez pufli. mondjuk érdekes. Igen, igen, érdekes. Mert épp az jutott eszembe, amiközben hallgattalak, hogy a te felnőtt életeden ez milyen nyomot hagyhatott? De ezek szerint olyan igazán érdemit mégsem? Igazán érdemit mégsem, azzal. Az, a, az ő személyen nem. Az egy, azt kell mondjam, hogy egy fájdalmas dolog, hogy a hozzátartozó teljes rokkonság és család, az például teljesen nem, nincs jelen az életemben, és ez... A, Ebben mindannyian benne vagyunk, ebben én is benne vagyok, és ők is benne vannak. Ez nem mondom, hogy fájdalmas, de nem oké. Okay. Uh -huh. nem, nem gondolod, okay. hogy egyszer? e tekintetben erőt veszel magadon, és úgy, ahogy apukával kapcsolatban is egy tisztázó beszélgetésre, vagy legalábbis újjáépíteni eme kapcsolatot. Lehet, meglep. hogy majd egyszer igen, nem tudom, de most még nem. Még ezt érzem, hogy nem. Szóval, hogy valahogy ott, ott van, de van ilyen szakadási, családilag, így teljesen, hogy, és főleg az ő halálával így teljesen el... Tehát vannak, vannak olyan az életemben olyan rokonok, akikről nem, nem tudok semmit. De ha valaki felbukkanna, nem zárnád be az ajtót. Nem szerintem nem, de nem tudom. Majd <Szor> <Szor> <De, Szor> <De, Szor> meglátjuk. Igen, szóval ezzel, ezzel lehet, hogy majd valamikor majd kell kezdeni valamit, mert, mert mégiscsak a, valamilyen módok a véreim, vagy nem tudom, jelentsen ez bármit is. De, de így alakult. Így alakult. Na, menjünk tovább. Jó, Nézzünk a, a következőt. Aki mer az, nyer. Aki mer az, nyer. Uh, ti ott hagytátok a Minta apák című sorozatot, mm -hmm. és azon gondolkodtam, hogy például a te esetedben mi volt nagyobb mérlegelés tárgya? Elvállalni azt a sorozatot, vagy ott hagyni? Hú, de jó kérdés. Ott hagyni. Hm. Nem fogod elmondani, hogy miért hagytad ott. De hogy nem, miért, miért, nem, én nem mondanám? Most már elmondhatom. Most már elmondhatod? nem, hát van, amit nem mondhatok el. De azért nem tudom fogalmazni. Um, véletlen, ahogy kérdezted, hogy miért vállaltam én el egy napi sorozatot. Én azért vállaltam el, mert egy olyan csapat talált föl ez a, ez a, ez a gárda, olyan színészekkel és olyan alkotókkal, akiket én nagyon mélyen nagyon szeretek és jól ismerek. És, a, és én elhittem, és azt gondoltam, hogy eb ez a csapat képes lesz arra, hogy kvázi valamilyen értelme megváltoztassa a magyar televíziózást. És aztán elkezdtünk dolgozni, és kiderültem, hogy ez egyáltalán nem úgy van. Tehát, hogy ö, nem, sem időben, sem pénzben, sem odafigyelésben, sem profizmusban, né mert meg van spórolva, tehát így a, a kirakatban ott vannak a, ezek a szénszek és aztán minden, ami ott mögötte van, az meg, az meg olyan, amiben viszont én nem akarok részt venni egyszerűen, nem tudok így dolgozni. Te az a típus, hogy aki rögtön hallatod a hangod? Én hallatom a hangomat egyébként, de nagyon... Szóval bennem elveszett egy mediátor. Mm. Igen a könyvelő is, meg a is, tehát mert azért vannak ilyen szakmák, amiket még tudnék csinálni. Tehát én úgy hallatom a hangomat, hogy abszolút asszertíven kommunikálok mondjuk egy ilyen munkahelyzetben, és, és elkezdek közvetítő lenni a, Mondjuk a hangos emberek és a vezetőség között, és megpróbálni megértetni, hogy a két, két csapat miről beszél. Ha jól sejtem, a frontvonalak itt húzódtak. Igen, Tehát igen, igen. A csatorna vezetői vagy a sorozat gyártói hát. és a, a hangadók között a sorozat. Hát lényegében igen, igen. Hogy képzeljük el, és szerintem a nézők 99%-a még életében nem járt ilyen forgatáson, igen. hogy mi az a körülmény, amire te például azt mondtad, hogy na, ez már nem. Figyelj, amikor egy nap, nem, 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 a körül, tehát én, én nem a, most, nem, most nem arról beszélek, hogy nem tudom, hogy hol kell töltözni, nem, nem nekem most, csak most a, a, művészi részéről beszélek, hogy az, hogy ilyen tempomban dolgozzál, ö, és ennyi mennyiségű jelentet vegyél föl egy nap, ahhoz szerintem egyébként az kéne, csak nagyon rossz a rendszer, hogy a stábban, meg a kiszolgáló személyzetben a legjobbak legyenek ott a, a szakmából, hiszen ez olyan, mint amikor az ember, vagy, vagy mint egy orvos, ahogy műt, mi, mit adnak a kezébe, érted, De ott pillanatokon belül nagyon gyorsan kell döntéseket hozni, és hogyha nem a szikét adják, hanem a vattát adják helyett, akkor abban meghal valaki. Nem akarom összehasonlítani a, egy, egy orvos munkáját a mi munkánkkal, de azért az, hogy, 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 hogy nem, nem voltak olyanok a körülmények, de nem a most én nem azt mondom, hogy most milyen volt a kaja, nem ez érdekel, mm. hanem hogy egyszerűen nem voltak olyanok a körülmények ahhoz, hogy én, hogy én mondjuk úgy tudjak dolgozni, ahogy, ahogy igazán szeretem. És akkor ebből lettek sok-sok-sok-sok feszültségek, és aztán egyszer csak volt egy olyan pillanat, amikor már így elkezdtek eltávolodni a, a, a társaim, vagy akiket én, akiket én szeretem, vagy akik miatt én ezt az egészet elvállaltam, és azt mondtam, hogy én nem fogok úgy csinálni, hogy veszek egy nagy levegőt, mert nyilván az embernek anyagilag ez azért egy biztonságot adott, hogy veszek egy nagy levegőt, és akkor úgy fogok csinálni, hogy bejön valaki jobbról, aki eddig nem az volt, de úgy csinálok, mint a tenen, nem, 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 nekem ennyi, ebben nincsen. Ha jól fordítom le, úgy döntöttek a kollégáit, hogy ők dobbantanak, tehát ők ott hagyják hát mindegyiknek külön volt egy saját története, hogy Te miért. Te velük. Tehát én, ez én, abszolút. Ez, egy, ez, abszolút. Tehát én azt mondtam, hogy igen. Én velem nem volt semmiféle ellenérzés, vagy tehát én hiába adtam hangot azért a dolgoknak, én mondjuk, mondjuk nem, nem vesztem össze halálosan nem tudom embereket, csak egyszerűen mindig az volt, hanem, hogy én ezzel, azzal fogom kommunikálni, hogy itt nagyon nem jól mennek a dolgok, hogy azt mondom, hogy én viszont melléjük állok ebben a dologban. Tartóztattak? már, mint a csatorna vezetői, vagy a gyártók? Ezt mondom, amikor én azt mondom, hogy nem, akkor nincs mit tartóztatni. De ha mondjuk keresztül, keresztül fekszenek a küszöbön, és azt mondják, hogy Patricia. Biztos, hogy nem. De nem, nem történik de meg, nem mert látják, történ rajta. Meg. Uh -huh. látják rajta. Te látják rajtam, nagyon kedves vagyok, nagyon lehet velem beszélni, nagyon megbízhatom fel, a telefon, de, 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 de amikor én azt mondom, hogy nem, uh -huh. akkor nem szoktak könyörögni, mert teljesen felesleges. Nem is bántad meg? Á, nem. Több büszke vagyok egyébként magunkra, hogy... Ebben a világban, meg ebben a bizonytalan helyzetben valamiben hittünk, és azt mondtuk, hogy ez így nem oké, és hogy ez nem tud megváltozni, akkor ezt ne csináljuk. Volt egy Facebook bejegyzésed, mi szerint az utólagos események tükrében is Igen. azt mondod, hogy ez egy jó döntés volt, és nem bánod egy percig sem. Az mi volt az utólagos esemben? Hát az, hogy azért nagyon képes arra egy ekkora médiabirodalom, akikben ennyi lóvés is van, um, azért olyan karaktergyilkosságokat elkövetni, mint amit itt is megpróbáltak, és olyan lejáratás, és olyan méltatlan, és olyan, olyan hangok voltak, amire így azért nekem az így... Tehát nem, nem volt kérdés, hogy addig, addig vagyunk fontosak, ameddig azt amit mondanak. Újságcikkekre gondolsz elsősorban. Persze, persze. Azok fájtak? Hát fájtak, mert tudod, én nem nyilatkozhatok arról, hogy velem mi van, mert köt a szerződésem. Az őket is köti a szerződés, de ők simán lehoznak olyan cikkeket, hogy a meg nem nevezett stábtagok mit mondanak. Igen, az egy ilyen sejtetés volt emlékeim szerint. És tudod, ez, ez olyan fájdalmas. És közben meg azt is gondolom, hogy lehet, hogy mi is hibáztunk, és lehet, hogy lehet, külön-külön hogy voltak ilyen meccsek, amiben egy-egy, nem tudom, stáptagnak rossz. Oké, okay. de. De ugye volt két hét, amikor minden nap gyomorideggel keltem, hogy na most mit fognak írni. Uh -huh. És védve vannak, mert nem név szerint nyilatkoznak, de azért ott van, hogy tudod. Szerinted és nem a... tudod megvédeni magad. tehát Ez a, ez a szörnyű, hogy nem mondhatsz semmit, mert ott van az izétre, de ott van egy opciód, és még nem is tudsz elmenni dolgozni egy másik csatornára még hosszú ideig, mert szóval um, <laughs> kemény év volt. Azt kell mondjam. Megviselt? Hát megviselt, mert én a, én a munkáimat színházban, filmen, tévében, bárhol, ahol dolgozom, én szeretem, és, és, és törekszem arra, hogy valahogy csak azt gondoljam, hogy barátaim, vagy úgy értem olyan barátaim, hogy én, én nagyon érzelmesen dolgozom. És amikor ilyenek történnek, akkor rájövök, hogy senki nem a barátom, és mindenki csak addig lesz velem kedves, ameddig, ameddig érdekük. Szerintem ezek a sejtetések, akkor nem tudom, minek nevezem, névtelenül megírt cikkek, például a tinimbuszatokon bármit rontott? Tehát van ennek forgató nyomatéka ma Magyarországon, hogy név nélkül leírt, bizalmas információkra hivatkozó névtelen cikkek számítanak ma? Szerintem nem számítanak, de de abban az értelemben megszámít, hogy a, a, az, az, a amikor ez ér, egy vagy egy alkotót, egy ilyen dolog, a saját a saját ér, tehát a saját belső világát sérti az igazságtalanság, vagy a negatív komment, vagy a rossz kritika, amiket ugye, ezeket így vegyük így egy izé alá, és onnantól kezdve nem kezd el úgy dolgozni egy következő munkában, mert attól fél, hogy ott most csak mi jön. Érted, mit mondok? Tehát, hogy nem történik olyan nagy dolog, mint amennyire jelentőséget tulajdonítunk egyébként neki. És az viszont romboló. Ez érthető valahogy? Abszolút. Tehát, hogy, hogy abban az, hogy ebben ez a romboló valahogy. Én nekem ezen például nagyon sokszor kell dolgozzak azon, hogy, hogy mondjuk, a, mondjuk jönnek negatív kommentek, és csak azok maradnak meg, és nem az a sok-sok jó, ami közben megjön. Tehát jön száz, a száz egyedik beszól, akkor erről napod? El. Tehát mikor mint a páknál is volt ilyen, hogy nem tudom, hogy ilyen petíció, hogy jöjjenek vissza a régiek, és, és legyen konzenzus, és csinálják vissza, és akkor ennek a, nyilván örültem, meg nagyon bájos volt, vagy nem tudom mi, de de nem ennek tudtam örülni. Nagyon nem annak, hogy is egyébként meg milyen lejáratások mennek. Bármi igazolt abból, amit egyes táb tagokra írtak annak idején? Azt írták, hogy ezen forgatás során, tehát a mintapák forgatása során voltak olyan vezetőszínészek, akik megengedhetetlenül viselkedtek. Most én utána olvastam. Ez volt a sejtetés tárgya. Igen, igen. Ennek volt bármi valóság alapja? Tehát, hogy az asszisztenciával ők úgy beszéltek, ami megengedhetetlen. Ugye, voltak voltak olyan helyzetek, amikor amikor a ez mondjuk olyan szinten volt, ami mondjuk um, nem píszi. Uh -huh. Igen. Csak én ott voltam, és tudom azt, hogy ez honnan indult el, hogy ez lett a vége. Ezért mondom a, a bennem lévő moderátort. Uh -huh. Mert amikor még csináltuk és forgatunk, mert ugye ott volt, ott, de nagy gond volt ez a leáll, COVID leállás, tehát a még lehet, hogy helyre lehetett volna hozni, ha egyszer csak ott nincsen megállása a forgatásban. De hogy em, én tudom, hogy miért történik az a feszültség, hogy az mi vezetett oda, és az hol kellett volna, és kinek megakadályozni, és hogy ez egyszerűen ne, ne csattanjon el egyébként rossz minőségben egy forgatáson. Uh -huh. Tehát az én, én az egészet látom, és nem azt a... Jó, igen, jó. Tehát azért a színházban filmben kiabálunk. És azért én azt is gondolom, hogy én akkor is ott voltam, amikor mondjuk a bocsánatkérés megtörtént. Mert hogy megtörtént. Történt, mert hogy megtörtént. De ezekről már nem beszélünk. Tehát Érted? Uh -huh. Hogy igen, nyilván, nyilván. A, én mondjuk nem vagyok egy ilyen típus, aki mondjuk így kiszaladnak ilyen dolgok, de, de. De hát figyelj, azért ez egy nagyon nehéz kérdés a színházban is, hogy azért mi az érzelmeinkből dolgozunk a szenvedélyeim. Engem péter soha nem érdekel velem, velem valaki kiabál. Sokat kiabáltak? Nagyon sokat. De az nem érdekel. Az érdekel, hogy hogyan leszek jobb. Ha megaláz, és utána nincsen feloldozás a büfében, a folyosón, a próbán, akkor van baj. Nem akkor van baj, amikor mondjuk áll egy rendező és ordít hogy ugyanaz, az Isten picsában, nem érted meg, hogy bassza meg a nem én azon nem fogok, hogy velem így te nem beszélsz. Én ezeket nem, tehát hogy ez, tehát, hogy ez nekünk, mi, 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 tudunk így közlekedni. Nem ez a baj. Az a baj, hogyha én a színpadon, egyébként nem küldhetem el a rendezőt is ugyanígy, hogy te ne arra ugye már, szedd már össze magad. Mert ha én ezt akkor már nem teszem meg, tehát nincs egy oda-vissza, oda-vissza, egyébként meg megengedjük egymásnak, mert, mert, mert így létezünk. Akkor van baj, meg akkor van baj, hogyha nincsen feloldozás és elnézéskérés. De el kell viselni a kiaválást mindenkinek? Nagyon nagy különbség van a kiaválás és a kiaválás között. Hol? Nagyon sokszor, én nagyon sokszor éreztem azt, hogy belülem. A, a, a nézőtéren lévő szenvedély és és az értem való ö, indulat, az kihozott belőle olyan dolgokat, amitől az ember egyébként úgy ellustulna, vagy úgy elkenné, vagy nem tudom mi. És De. akkor azt gondolom, hogy egyébként akkor ez egy jogos. Tehát igaz, igenis lehet piszkálni így. Igenis azt gondolom, hogy egy versenysportban is nem lehet mindig simogatni, hogy tehet már meg, hogy úszol még 6 kilométert. Tehát érted? Tehát, hogy hanem ott kell állni egy edzőnek, és elkezdeni ordítani, hogy mi a célod? Az a célod, hogy az olimpia, akkor viszont ezt meg kell csinálni. De vannak olyanok, akiknek már a legkisebb és borzasztó lelki gátokat tud okozni, vagy nem? Igen, akkor azt gondolom, hogy akkor el kell menni máshol terápiába, vagy így, úgy ezen dolgozni. Uh -huh. mert, mert. Mert miért esik rosszul, mert egy ego-kérdést csinálunk belőle, nem? Mindig? Nem tudom. Én, én mondom, én nem, nem vagyok egy ö, jó ilyen szempontból, mert nagyon középen állok ezzel, a, hm. ezzel, a, ezzel kapcsolatban. Tudom. Szeretem a szenvedélyeket, nagyon szeretem a szenvedélyes rendezőket. Azt nem szeretem, hogyha én ugyanilyen szenvedélyesen egyébként nem, ha azt érzem, hogy én nem mondhatok oda lefele valamit, amit egyébként én gondolok. Akkor nevesítsük, szerintem ugye a legegyszerűbb. Mondasz nekem egy pozitív példát? Tehát, aki ezt a partneri viszonyt kialakítja a színészeivel, szenvedéből, indulatból, de pedagógiai szándékkal szól, mindig betartva az emberi viselkedés adta kereteket. Uh -huh. És mondhatunk egy olyat is, aki viszont túllépett többszörösen határt, és nem engedte meg ezt a fajta partneri viszonyt, hanem alárendeltjeiként el kellett mindezt viselni, megaláztatások formájában is. Ja. Például itt ült nálad a Máté Gábor, aki nem, nem egy kiabálós ember, de rendkívül kritikus, és rendkívül őszinte, és, és nagyon sokszor nagyon, nagyon kemény. Elképesztően sokat ad a, a az, a, az a kérlelhetetlensége például, ahogyan, ahogyan tanított minket, meg ahogy rendezett minket. És figyelj, azért ott voltak olyan modotok, ami, hogyha én azért most fönnakadtam volna, hogy jaj, Istenem, nekem ilyet mondok, hogy nem ülünk itt. És akkor mondjuk van, mondjuk az, nem tudom, az akinél az ember gyomoridegbe megy be próbálni, mert biztos, biztos, hogy hibázni fog, mert várja azt a pillanatot, hogy hol, hol, hogyan, hol, lehet megalázni valakit. Ő arra ment, hogy megalázza a másikat? Nagyon sokszor, vagy sokszor, igen. Téged megalázott? Engem nem is annyira egyébként, de azért körülöttem ott hullattak az emberek. Voltál te olyan közel, ahhoz, hogy normálisan, partneri viszonyt fenntartva elmond neki mindezt? Tehát, hogy a lelkére beszél? Nagyon-nagyon-nagyon szerettem az eszenyét, és én nagyon rajongtam érte is mindenben láttam szerintem, nem tudom, 14 éves koromtól többször. Hát az, az ő darabjaival felvételéztél, igen, igen, köszönhetően. Igen, tehát azért hát azért az, mutat egyfajta Hát abszolút, hát igen, ő ugye azt mondta, hogy nézem meg, hogy az hogy milyen szerepeket játszik, és hogy azt mondja már a felvételén, azok, azokból mondjak monológot. Rajongtam, hogy oda hívott, tehát szerelem, szakmai szerelemben, és azt éreztem, hogy én mindent meg akarok tőle tanulni. És azt gondolom, hogy egyébként jól dolgoztam ott a vigbe, amíg, amíg, ott voltam. És volt egy olyan pont, amikor azt éreztem, hogy vagyunk olyan viszonyban, hogy ha ő megkérdezi tőlem, hogy szerinted én mit csinálok rosszul. És Mert éppen igen, volt egy pillanat, amikor ő egy picit úgy meg, megtört ebben az egészben, és volt egy ilyen szituáció, amikor ültünk a büfébe is, egy próba után, és úgy, úgy rám, tudom, rám nézett, és azt mondta, hogy szerinted, Paci, mit, mit csinálok rosszul. És akkor azt éreztem, hogy itt a pillanat, itt a pillanat, és minden, minden rajongásommal is szeretettem, mert elmondom neki, hogy, hogy mi a baj. És így vettem egy nagy levegőt, és így megkeményedett a, a szeme, és azt mondta, hogy kicsi, figyelj csak, neked most az a dolgot, hogy megnyugtassál, nem érdekel, mit akarsz mondani. És akkor én Kb. ott tudtam, hogy innen el fog menni. Mert soha nem fogunk tudni beszélgetni. Lesz még alkalmat, szerinted elmondani neki? Nem tudom. Ha mondjuk innen kilépnél, és történetesen Eszenyanik itt lenne a Büfébe, akkor mi történne? Oda mennél? Ott állna a kávéautomat előtt. Igen. Te oda mennél hozzá, Igen. és mit mondanál? Megkérdezem, hogy hogy van. És nem udoriasságból, hanem tényleg érdekel. Most érdekel, hogy hogy van. Szerinted hogy van? Tagadásban? <gül> <gül> nem tudom. Szerintem igen. De inkább jobban érdekelne, hogy elmondja ő. Elmondana? Nem. <laughs> nem? Szerintem nem. De konstruktív lenne? Szívélyes lenne veled? Lehet, hogy igen, de lehet, hogy nem. Az ez, a, ez, a a hullámvasút azért nagyon fárasztó el vele. <gül> <gül> hogy így fogalmasíts, hogy mi fog történni. De ezt mondom, hogy mondtam, hogy én egy kutya vagyok, tehát így, de én nagyon nehezen vagyok ezekkel a macskákkal, mert nem tudom, hogy, hogy, nem tudom. Mert hogy nála az volt, hogy hétfőn nagyon kiabált, kedden pedig nagyon szerette. Hétfő délután, igen, aztán délután már, igen, aztán estére már megint nem, tehát egy napon belül is. Igen, nagyon-nagyon iszonyatosan fájdalmas egyébként ez a dolog, hogy egy ekkora, ekkora, elme, egy ilyen csoda, egy, ilyen, egy ekkora színésznő, egy ennyire. Tehát ő maga a színházi ember minden szempontból, hogy lehet a személyisége ennyire, ennyire rendezetlen, hogy is, hogy rondhatta így el az, az egészet. Ez ugye nagyon nyom. Szóval... Őt elrontotta? Az igazgatás? A hatalom? Hát figyelj, de ez a nő, ez, ez egy törőcsik Mari lehetett volna, vagy érted? vagy Nem tudom még majd, mi lesz, mert tényleg hosszú De tényleg, tehát, hogy hogy ő, ő egy zseni. Egyet értek. Ő egy zseni. És most nézd meg, most nem tudjuk, mit csinál, nem tudjuk, mi van vele. És átment azon, amin átment. Én azt gondolom, hogy ennek így kellett történni. Én nem bántam meg annyit, hogy én beleálltam ebben egy évvel ezelőtt, hogy álljon már meg a menet. De ő megbűnhődött szerinted? meg. Az kidönti el, hogy igen vagy nem. A környezet. Hm. És azt szerinted valamilyen szinten, ha nem is feloldozta, de bólintással hagyja jóvá, hogy megkapta azt, amit... Azt én nem, nem tudom, mehet. hogy ő ezt az egészet, hogy dolgozza fel, és erről vele kéne beszélni. Nem tudom, hogy egyébként ez feldolgozható-e, vagy mikor, vagy... Én azért azt gondolom egyébként, hogy, és kicsit visszatérve a Sas Tamása az elején, hogy nagyon jó lenne, ha ő visszajöhetne valamilyen módon valahova, és nem, nem vezető pozícióban, de, de, hát, de hát, az az ő, az ő, művészete maga, ami az ő fejébe van, azt olyan jó lenne azt valahogy, hogy Valamilyen módon majd legyen arra terem, vagy helye, vagy nem tudom, hogy. Tehát mondjuk például 2021-et írunk, 2022-ben úgy dönt Rudolf Péter, hogy a Színház nagy színpadán eszenyeni körrendez egy darabot. Nem fog úgy dönteni a Rudolf Péter. De ha úgy döntene, szerinted az egy elfogadhatatlan döntés -e? Tehát neki oda például van visszaút? Szerintem nincs oda. Oda nincs. nincs. Tehát De ha nem ne... megyünk oda vissza, ahol bántalmaztunk, szerintem. De ha mondjuk a Nemzeti hívnák őt vagy a katonába. Én nem gondolom, hogy az eszegnyi enikőnek nem kéne dolgozni. Én azt gondolom, hogy ő dolgozónak tud is, és a, és mindazzal, ami történt vele, azt uh, egy másik emberként, vagy egy... Vagy egy uh, dolgozza ki magából, az író írja ki magából, a zenész énekelje meg, a színész játsza el. Még annak árán is. Ami történik vele. Még annak árán is, hogy esetleg ebből semmilyen tanulságot nem volt. Azt le... nem tudhatjuk. Azt most egy feltételezés. Én Te... nem tudom, én nem beszélek vele, nem tudom. Tehát, hogy érted, mit mondok? Tehát, hogy ezt nem, tud, nem tudhatjuk, hogy most vele mi történik. Tehát egy éve láttuk ugrálni az állatos énekesbe. <laughs> Hogy nem mondjak arról semmit. De, De hogy... azzal mi volt a baj? Hogyha azt mondod, hogy neki színpad kell, platform kell, lévén, hogy egy nagyon jeles magyar színésznő. Azzal mi a baj, ha ott tűnik fel, és ott rehabilitálja őt egy kereskedelmi csatorna? Mert nagyon rövid volt az az idő, ami eltelt akkor, és hogy szerintem egyszerűen én nem akarom az eszenyelni, így visszatérésbe, így egy ilyen, nem tudom, mint tigris, vagy nem, nem tudom, mi volt uh, látni. Nem azért, ez egy tök jó műsor, tök szórakoztató, csak egyszeren. Annyira rövid volt ez az idő. De az kidönti el, hogy mi a penitenciának a, a hossza, az igazi jelentősége. Van, aki szerint lehet, hogy még öt évig kellene, hogy ő bűnhődjön. Más már azt mondja, hogy már vissza kéne térnie. Hol az igazság ilyenkor? Nem tudom, az én belső jó érzésem azt érezte, hogy az nagyon közel van. Uh -huh. Én nem tudom elképzelni őt egyébként, hogy valaha vezetői pozícióban ő tehát én azt gondolom, neki nem szabadna, mert egyszerűen a személyisége nem alkalmas arra, vagy a legrosszabbat hozza ki belőle, de mint, mint alkotó ember nem lenne jó úgy a sztori vége, hogy ő sehol nem jön föl újra. És ha már ő kapcsán szóba jött a végszínház, te azt mondtad, talán nekem is 5-6 évvel ezelőtt, hogy leszel még a végszínház színész. én ezt neki végszín... is ezt mondtam, amikor eljöttem, hogy én még ide egyszer visszajövök. És erről mit mondott? Hú, azt nem tudom, szerintem erre nem reagált. Nem akkor. reagált. Akkor nem reagált. Lehet úgy volt, hogy amíg ő itt van, addig <laughs> nem. De hát most már ő nincs ott. Ő nincsen ott, és engem a... most ott lett volna egy bemutatónk, engem vendégként elhívott a Rudolf Féter a Bella figurában játszani egy szerepet. Ugye Azminer ez a darab, amit mi lepróbáltunk, de aztán már nem tudtuk megmutatni, mert mert bezárták a színházat, úgyhogy ezt mindenképpen össze bemutatjuk. Ez készen van és, és még szó van arról, hogy valami más, más dolgokban is valamilyen módon ott feltűnök majd még, de még ezek ilyen szervezés alatt. Hoppá, akkor nem ugranál el a lehetőség elő. Nem. Nagyon ö, kötődöm ahhoz a helyhez. Nagyot fog dobbanni a szíved, mikor először a színpadra lépsz ott, mint közönség előtt. Hú, nagyon. Igen? Már amikor ennyi év után, tíz év után mentem oda bepróbálni, így azt éreztem, hogy Jézusom jöttem. Mikor lesz a bemutató? Hú, ez még nem tudom pontosan, valahogy, október közepén lesz, az majd még majd akkor, még azt szerintem még nincsen pontos terv. Hát, ha addig hallunk ezt, azt mondjuk. Kovács <síl> Patrici és a Vixinász kapcsán. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.